Sziasztok, Jóci vagyok az Electrobikertől. Amint látjátok, van itt egy Suron Lightbi utcai verzió és egy Telaria Sting utcai verzió. Még egy ilyen videót szeretnénk csinálni, ahol összehasonlítjuk ezt a kettőt. Már volt pár videónk, ahol ezt megtettük, de azokból nagyon sok dolog kimaradt. Úgyhogy ebben az utolsóban még szeretnénk elmondani azt, ami eddig nem hangzott el. Ugye először is a két motornak a összehasonlítása. A Suron Lightbi volt először. Ez egy kisebb motor, szerintem itt a videón is látszik. Ülésmagasság például 4 centivel alacsonyabb, 9 kilóval könnyebb az egész motor. Ennek inkább egy ilyen biciklis érzés van, amikor kezeljük. A Sting már egy motorosabb feelinget ad. Ha megnézzük a két motort, akkor látszik, hogy ezek nagyon hasonlóak. Ez nem véletlen van, ugyanis ezek testvérek. A Suron készült először, viszont a Suronnál a cégben történtek olyan változások, amik nekünk kereskedőknek se estek jól, de úgy látszik, hogy a cégen belül is konfliktusokat szültek, ugyanis a Suron alapító dolgozói közül rengeteg elhagyta az anyacéget, és megalapították a Talariát. A Suronos tapasztalataikra építve megterveztek egy új motort. Hogyha megnézitek, a váz kísértetiesen hasonlít kerekek, majdnem tökéletesen egyformák, futóművek, a DH-s futóművek, ugyanaz a család. Az egész motornak a felépítése majdnem megegyezik a két modellnél, viszont vannak különbségek is. Hogyha végigmegyünk mondjuk a motor hátuljától az eleje felé, akkor a legfőbb különbségek, ugye ez mind a kettő utcai verzió, ahogy az elején mondtuk, a Suronok utcai verzióját egy fém tartó tartja a hátsó lámpát, indexeket és azt a sárvédőt. A Talariánál egy műanyag idom készült. A Talaria sokkal strapabíróbb. Egy komolyabb terepezésnél a Suronnak ez a hátsó tartója leszokott törni, mert viszonylag nagy tömeget tart az a tartószerkezet, és ott a hátsó lengővél a végénél el szokott törni. A következő nagy különbség a gumik. Régen a Suronokat is, az utcaikat is terepgumival szállították, most már ilyen 50-50 százalékos enduro gumikkal szállítják, a Talaria utcait még mindig terepgumikkal szállítják. A Suronnak az első hátsó gumi mérete ugyanaz, a Talariánál a hátsó gumi az némileg vaskosabb, egy számmal nagyobb, ballonosabb. A lengővilágban is vannak különbségek, a Suronnak van egy ilyen saját szabadalma, egy relatíve bonyolult mechanika mozgatja itt a hátsó lengővillát, vagy ezt a mechanikát mozgatja a hátsó lengővilla. A Talariánál sokkal egyszerűbben oldották meg. Motorozás közben nem igazán érzünk különbséget, tehát szerintem az egyszerű az jobb. Óriási különbség a két motor közt, mind a kettőben van egy primer hajtás, meg egy láncos szekunder. A primer hajtás a Suronoknál az egy bordásszíjas hajtás. Meg lehet nézni, itt láthatjátok, van két kerék, amire fölfekszik a bordásszíj. Jól működik, hátránya az, hogy ha besarazódik, és nagyobb darab sár, vagy egy kavics megy a bordásszíj alá, akkor az elszakad. Tehát a sárba való megmerítést ez nem bírja, ez a technika. És van egy másik megoldás a Talariánál, ott már egy zárt, olajos, fogaskerekes hajtóművet készítettek hozzá. Ennek előnye az, hogy sokkal védettebb, sokkal strapabíróbb, hátránya az, hogy olaj van benne. A Suronban nem volt olaj, most már a Talariákban, ha nem is sok, de van. Ugye sok tesztbe, meg Facebookos posztban lehet látni, hogy ez a fogaskerekes hajtás nem jó, mert hogy elreped, meg hogy víz kerül az olajba. Több mint egy éve használjuk, teszteljük a legnehezebb körülmények közt, a jeliatiék is viszik mindenhova. Semmilyen problémánk nem volt vele. Persze van rajta egy szellőző, és hogyha nagyon sokáig megmerítjük, és a víz befolyik a olajtérbe, akkor lesz, az olajból egy emulgátor lesz, amit ugye illik minél hamarabb lecserélni, de hogyha valaki ésszel használja, akkor semmi probléma nincs ezzel. Úgyhogy inkább mi jobban szeretjük ezt a primer hajtásos megoldást. A Suronoknál szoktak a bordászi helyett láncot rakni, aminek az a baj, hogy nagyobb az ellenállása, több ápolást igényel, és a harmadik probléma pedig az, hogy több energiát nyel el, mint a szíjas megoldás. Ha tovább haladunk, akkor látjuk, hogy a vezérlő, akkumulátor, akkumulátorfedő elhelyezése hasonló a két motoron.
A Talarian annyival jobb, hogy némileg kényelmesebb az ülés, és az ülésről rácsúszni a akkumulátorfedélre, ha ez szükséges. Különbség van köztük abban, hogy a Talariannak nagyobb a akkukapacitása, olyan 12%-kal, viszont nagyobb a tömege is. Míg egy Suron akkumulátorral együtt 54 kg, addig egy Talaria Sting az 63 kg. És a Talariaból 13 kg az aksi, a Suronból 11. Egyébként ez a különbség ez a kapacitásban is tükröződik. Ha tovább haladunk, kijelző. A Suronon egy hagyományos ilyen LCD kijelző van, szerintem nem olyan fontos, hogy milyen van rajtuk. A Talarian pedig egy színes kijelző van. Terepezés közben szerintem nem ezt kell nézegetni, mert hamar orra esik az ember. Az első lámpák. Ez szerintem egy jelentős különbség. A Talarian szebb. A Sport Suronon hasonló lámpa van, mint ezen a Talarian, viszont az utcain egy kicsit ez a bomburnyák első lámpa van. Én már megszoktam, sőt meg is szerettem, de általában ezt szokták kifogásolni ennek az esztétikáját, amit meg is értek. Hogyha tovább nézzük, nagy különbségek nincsenek, ugye tükörfelhelyezés máshogy van megoldva, indítás, a menürendszer egy kicsit más, de ezek a motorozás szempontjából nem lényegesek. Facebookon rengeteget látjuk, hogy megy a vita, hogy melyiket érdemes venni. Hát mind a kettőt érdemes venni, mert mind a kettő nagyon jó. A legnagyobb különbség ugye itt a tömegben, kezelhetőségben, érzésben van. A kisebb embereknek, azoknak jobb lehet esetleg a Suron, akik nagyobbak, azoknak jobb lehet a Talaria. Én 171 centi vagyok, tehát én nem vagyok nagy, legalábbis így. Úgyhogy nem számítok nagy embernek, a Talariáról mind a két lábam leér, úgyhogy hogy talpon állok. A Suronról meg még jobban. Tehát itt inkább a méretbeli különbségek lehetnek mérvadóak. Ami különbség még érződik, hogy ugye a Talariánál picit erősebb az aksi, picit balonosabb a hátsó gumi. Hogyha megnézitek, akkor a hátsó lánckerekek, azok is különböznek. A Suronon nagyobb van, a Talarian kisebb, ez mind a kettőnél gyári lánckerék, és ugyanaz a lyukkiosztásuk, tehát egyik átpakolható a másikra, és a Suronnak az eredeti lánckerekét, hogyha átrakjuk a Talariára, akkor az már egy nyomatékosabb áttételt ad a hátsó kerékre, tehát endurózásra alkalmasabb. Egyébként a gyári fogaskerekekkel is a Talaria kicsit nyomatékosabb, tehát jobb vele endurózni. A Suronon az eredeti áttétel az túrázós, utcaibb áttétel, és ezzel igazából be is fejeztük a két motornak az összehasonlítását. Mindenki döntsön azt szerint, hogy mi tetszik neki. Láttunk még ilyen híreket, hogy nem jó az ellátás, a potalkatrész ellátás a Talariához. Nem igaz. Annyira nem igaz, hogy mi például ugyanazokat a nyomtatványokat kapjuk, mint valaha a Surontól, tehát tökéletesen van robbantott ábra, az utolsó csavarig bármit lehet venni. Sőt, a Talariához az alkatrészek olcsóbbak, mint a Suronhoz. Válasszon mindenki olyan motort, amelyik tetszik neki. Ha ide bejöttök hozzánk, akkor ezt a választást meg tudjuk támogatni. Azzal is, hogy bármelyiket kipróbálhatjátok, meg tanácsot adunk. Mondhatnánk itt most száraz adatokat, hogy mekkora az ülésmagasság, akkor hogy a Suronnak a névleges teljesítménye 3 kW, a Talariának 3,5, akkor a csúcs az a Suronnál 5 kW, a Talariánál 6 kW, stb. Ezt a bemellékelt linken látjátok, és utána tudtok nézni a weboldalunkon, úgyhogy ezeket most nem mondanám el. Akit érdekel, az meg tudja nézni. És még egy picit arról szeretnék beszélni, hogy hova fejlődnek ezek a motorok. Ugye a Suronnak óriási sikere volt az egész világon, ebből aztán látta a többi motorgyártó is, hogy érdemes foglalkozni ezzel a szegmenssel. A Suron idejében is voltak hasonló súlycsoportú motorok, de olyan, amelyik ezt az ár-értékarányt hozta volna, nem volt. Tehát a Suron korábban ígérgette, nálunk is láthattátok, a Stormbeat, ami egy teljes méretű enduro, elektromos enduro. Van is nekünk belőle bemutató darab. Sose tudtunk belőle eladni egyet se, mert nem kaptunk egyet se. A USA és az Ausztrál piacon ott látszik, hogy pörög, tehát oda visz a Suron, Európában nem nagyon hozott. Itt akikkel találkoztam, az mindegyik ilyen bemutató darab volt. Szerencsére a nagy érdeklődés ellenére sem hagytam, hogy előleget fizessen bárki. Körülbelül 20 motorra lett volna előjegyzés, és akkor 20 alkalommal kellett volna magyarázkodnom, hogy miért nincs még mindig ebből a motorból.
Továbbra is azt tudom mondani, hogy ez nem lesz. Viszont a Suhron csinált egy közepes méretű motort, azt úgy hívják, hogy Suhron Ultra B. A képen láthatjátok, úgy néz ki, mint egy kamaszodó Light B. Tehát ugyanilyen vékony, csak megnyúlt minden dimenzióba. Komolyabb motor teljesítménye van, komolyabb végsebessége van, míg ez olyan 70-75-tel tud menni, az 90-nel tud menni. Amíg ennek 5 kW a csúcs teljesítménye, az Ultra B-nek 12,5 kW lesz. Úgyhogy ez egy komolyabb szerkezet lesz, annak a tömege is nagyobb, az 85 kg lesz már, és a ülés magassága is 910 mm lesz, tehát az már vetekszik a normál enduróknak a ülés magasságával. Egyelőre ilyenből még nincs. Azt a motort már nem is lehet majd segédmotorként használni. Azt nem tudom, hogy lesz-e utcai verzió, az L3-e, amit rendszámozni lehet, vagy csak a sportverzió, ezt majd meglátjuk, hogyha tényleg elkezdik szállítani. Suhronból még van egy ennél kisebb, a gyerekverzió, azt hívták Light B S-nek, vagy Light B Youth-nak. Annak is az összes adata fönn van a weboldalunkon, és ki is lehet próbálni itt, hogyha valaki bejön a boltba. A Telaria is elkezdett fejleszteni. Ugye mondtam, hogy ennek a adatai kicsit erősebbek, mint a Suhroné. Viszont lesz belőle egy erősebb verzió, ez ugye Telaria Sting, és lesz egy TL4000 típus, aminek a fizikai méretei ugyanekkorák lesznek, viszont a motor teljesítmény és az akkukapacitás az picit komolyabb lesz. Annak a külső méretei ugyanakkorák lesznek, mint ennek, viszont a motor teljesítmény, sebesség és a tömege is egy picit nagyobb lesz, mint ez. Szerintem az már tökéletes lesz, ugye ezen a piacon megszoktuk, hogy a Suhronokat is mindenki tuningolja, mi is. Ugye jó az, hogyha van egy kis plusz teljesítmény, egyébként így is élvezetesen használható, de mindig hiányzott. Az enyém láthattátok korábbi videóinkban, az ugye egy 12 kW-os, az a teljesítmény igazából már fölösleges, mászáshoz, kigyorsításhoz jó, ha van, de legtöbb esetben nem kell használni. A kettő közt lenne valami jó teljesítmény, és ennek a TL4000-nek valahol ott lesz a teljesítménye, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy nem annyira lesz érdemes tuningolni, mert szuperül lehet használni a gyári változatot, és az mindig a legjobb, legolcsóbb, és a legjobb műszaki megoldás is. Úgyhogy nagyon várjuk. Idén már ebből lesz. Vannak áraink is, az olyan 200 ezerrel azért drágább lesz, mint a normál verzió. Mindenki eldönti, hogy az a plusz az ére neki ennyit. A Telariából lesz még egy másik típus, az inkább a Suhronnak a gyerek változatával konkurál, az a Telaria 3X. Az nem ezzel a váz felépítéssel készül, annak is alumínium váza lesz, de leginkább arra hasonlít, ami például nálunk a gyerekmotoroknál a legnagyobb, ez a Yotsuba-ból a Wau-Wau. Erről is tudunk képet mutatni, tehát itt láthatjátok. Arról azt kell tudni, hogy a teljesítménye picit kisebb lesz, mint a normál Stingnek, az akkukapacitása is picit kisebb lesz, mint a normál Stingnek, az ára viszont jelentősen kisebb lesz. Úgyhogy ez ezért lehet érdekes. Egyébként felnőttek is tudják használni. Még a Suhronnál is egy hajszállal kisebb lesz, de a gyerek Suhronnál meg nagyobb. Az eddig elmondottakból talán kiderül, hogy én igazából műszakilag nem tudnám azt mondani, hogy ez jobb vagy ez jobb. Kereskedelmi szempontból mi inkább most már a Telaria felé tendálunk, annak több oka is van. Viszont, hogyha bárkit érdekel, az év során Suhronnak is a típusaiból és a Telariának is a típusaiból lesz itt nálunk elegendő. Úgyhogy bármelyiket ki lehet próbálni, lehet kérdezni, lehet saját tapasztalatokat is szerezni. Sőt, a Jeli Attival folytatjuk az együttműködést, tehát ő által a vezetett tereptúrákon és képzéseken éles körülmények közt is ki lehet próbálni ezeket a motorokat. Úgyhogy gyertek, vagy hogyha még nem tudtok jönni, akkor nyugodtan Facebookon vagy e-mailen keresztül kérdezzetek. Sziasztok!